Meleg rekordokról szólnak a hírek hazánkban, idén januárban szinte már tavasziasnak mondható idő van, azonban nem csak Magyarországon volt karácsony és új év körül rendkívüli időjárás. Ez az enyhe időjárás, ami Európát jellemzi, egyébként már az előző télen is és ezen a télen is, az inkább a csendes óceánon megfigyelhető La Niña jelenség számlájára írható. Ilyen időjárási helyzetben, tehát amikor La Niña van, akkor hagyományosan Európában enyhébb a tél, mint a sok évi átlag. A jelenlegi előrejelzések alapján, amiket láttam már különböző modell előrejelzések alapján, a La Niña várhatóan fokozatosan megszűnik most az év első felében, és egyre inkább az El Niño, tehát az ellentetje lesz majd jellemző az év második felében. A szakember azt mondja, hogy a jelenlegi előrejelzések alapján az idei tél folytatása az átlagosnál jóval enyhébb lesz. Bár a magas energiaárak miatt az ember pénztárcájának jót tesz az enyhe idő, a szervezetünkre rendkívül káros lehet. Annak ugyanis, aki frontérzékeny, komoly tünetei is lehetnek egy-egy időjárás változás esetében. Tapasztalom a praxisban, hogy a vérnyomások tudnak egy kicsit így megbolondulni, ingadozóvá válnak, vagy tartósan magasabb vérnyomások vannak, illetve aki migrénre, fejfájásra hajlamos, akkor náluk szoktak ilyen panaszok lenni, meg az alvászavarok, ami igazából akkor veszélyes, mondjuk egy sofőrt érint, vagy a képjárművezetést zavarja meg, ilyenkor mindig fokozott odafigyelés és előbírálatosra szükséges. A házi orvos hozzátette, hogy az alapbetegségekkel rendelkező idős szervezetet jobban megviselik a frontok.